Igen, most végezzük a prólicenszes tanfolyamot, ami annyit jelent, hogy a vizsgák május 7-én és május 21, 22 és 23-án lesz. Az annyit jelent, hogy ha a szóbelin és a gyakorlati vizsgán átmegyünk, akkor május végére prólicenszes edzőnek mondhatom magam. Majd a programja volt egy általános rész volt, ami egy órában megbeszéltük a magyar edzőknek a helyzetét, a külföldi edzőkkel, mi történt itt a nagyvilágban, a futballal kapcsolatban. Utána tartottam itt egy mérkőzés utáni edzést, majd most egy kiértékelés következik, ebéd, és utána délután a Lipcsei Peti fog tartani 4-3-3-as felállásba egy középpás letámadást. Természetesen hát mindig az ember, tehát úgy a vezetőség és a dr. Mezei György vagy a Varga István is elmondja a véleményét. Természetes, hogy mindenből tanulni kell az embernek, és ha a hibákat ki tudjuk javítani, akkor remélem, hogy ezáltal jobb edzők is leszünk.